kész, fogadnak start. Virág József szervező mondta el a kétnapos rendezvény részleteit. A szombati napon kombinált akadályhajtás, illetve gyerekügyességi verseny zajlik a mai napon, vasárnapon a kettes fogatók Dél-Dunántúli, illetve a Tolna vármegyei bajnokság fordulói zajlanak. Póni, kettes, egyes fogat és C-kategóriás kettes fogatok mezőnyének. Minden versenyszám kvalifikálja versenyzőket az OB minősítőkre, ami a C-kategóriásoknak az idén Mékúton lesz, és októberben pedig itt nálunk lesz egy igen rangos kombinált és póni kettes, illetve egyes fogathajtó döntő. Külön öröm volt a rendezők számára, hogy a szombati napon helyi sikereket is ünnepelhettek. Cseh László egyesületünk versenyzője lett a második. A kombinált mezőnyben az ügyességi 8 kategóriában is lettek az egyesületünknek olyan versenyzője, akik a dobogó, képzeletbeli dobogó felső fokára felállhattak. A mai napon jelenleg még zajlik a verseny. Hát eredményt most még nem tudunk mondani, de nem állunk rosszul. Úgy gondolom, hogy az időjárás is eddig kegyes hozzánk, és hát hajrá! Több fiatal is akadt a mezőnyben. Nagy Gréta egy 5 éves lipicai és egy 7 éves lipicai félvérrel állt ki a pályára. Hajtottam ma is egy bemutatóhajtást, 13 éves vagyok, és tavaly kezdtem el ezt az egészet. Természetesen a pónik is helyet kaptak a mözsi pályán. A legtöbb nevező beleszületik a lovasok életébe. Így történt ez Böller Péterrel is. Téboly és Bella volt a két társa a megmérettetésen. Hát ez nálunk családi hagyomány. A szülők, nagyszülőktől örököltük ezt a lószeretetet. A lovassportok szerelmesei kitartóan hajtottak a pályán, nem csak saját maguk, de a közönség örömére is.